ahhoz, hogy valaki sikeresen hadba szállhasson, meg kell értenie az ellenséged. A mi ellenségünk pedig Sátán, ez kétség sem férhet. Ahhoz, hogy megértsük a taktikáját, vissza kell mennünk és meg kell néznünk a múltját, hogyan dolgozik a Sátán. És attól tartok, hogy a legtöbb ember ma nem hajlandó objektíven értékelni a taktikáit, mert találhatnak valamit, ami nem feltétlenül politikailag korrekt. Ezért nézzük meg, mit mond a Biblia valójában. Itt van tehát a kertben a nő, a férfi, az állatok és a növények. Ha láttatok már olyan videót, ahol több ezernyi dominót állítanak föl, és valami bonyolult mintázattal rakják fel, és az egész ledől, mert egy dominót meglöknek. És az egész ledől. Sokan készítettek érdekes videókat erről, de bizonyos értelemben a Sátán is ugyanezt tette, amikor az Édenkertet nézte, és azt mondta, mi az az egy dolog, amit ha megtámadok, mindent ledönt. Nos, a Sátán úgy döntött, hogy az asszony után megy. Mert tudta, hogy ha megszerzi az asszonyt, akkor mindent megkap, és az egész teremtés elbukott azon a napon. Tehát bármiben is hiszel, az nem számít. Az igazság az az, hogy a Sátán a nők megtámadását választotta, és ez nem olyas valami, ami lealacsonyító a nőkkel szemben, inkább megmutatja a nők értékét. Tehát Isten megjelenik a színen, és természetesen meg kell ítélnie a bűnt, mert ő egy szent Isten, és ez az a struktúra, amit Isten a bűnbeesés után létrehozott. Nos, értjük, hogy a Sátán szeret a nők után menni, ez a kedvenc taktikája. Mit tett tehát Isten? Egy Istenfélő férfit állított a Sátán és a nő közé. És így most, ha a Sátán a nő után akar menni, van egy biztosíték, amely megvédi a nőt a Sátán támadásától. És ez az Istenfélő férj. Tehát a férfi és a nő teremtésében Isten két különböző szerepet ad, és az én meggyőződésem az Isten igéje szerint, hogy a férfi arra van tervezve, hogy a nő védelmezője legyen, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. És számos különböző bibliai verset idézhetnénk ezzel kapcsolatban, de a nőknek szükségük van erre a védelemre a férfiaktól, és a férfi számára egyszerűen természetes, hogy megvédje a nőket. Úgy értem, hányszor láttunk évekkel ezelőtt olyan rajzfilmeket, ahol van egy nő, egy bajba jutott kislány, és egy rajzfilm figura jön és megmenti őt. Ez nagyon gyakori és természetes az emberi szívben és az emberi tudatban. Hiszem, hogy Isten tette ezt oda. Ma sokkal ránéznek erre a struktúrára, amit Isten teremtett, és azt mondják, hogy ez lealacsonyítja a nőkre nézve, és azok, akik elutasítják a kereszténységet, ezt patriarchátusnak neveznék. A patriarchátus egy olyan társadalmi rendszer, amely a férfiasságot a nőiesség fölé értékeli. Ez a fajta társadalmi rendszer azt diktálja, hogy a férfiaknak joguk van arra, hogy irányítsanak és uralkodjanak a nők felett. A patriarchátus tehát egy olyan társadalom vagy intézmény, amelyet az apa felsőbbrendűsége jellemez. És az igazság az, hogy Isten jó, és ez nem a nők elnyomására irányuló terv, ez a nők védelmére irányuló terv. És ennek oka az, hogy ez a lény itt mindig megpróbál utána menni annak a lénynek ott. Ez a kedvenc taktikája, mindig ezt próbálja tenni. És a Sátán tudja, hogy ha a nőt el tudja kapni, akkor mindenkit el tud kapni. Ez egy állandó téma az egész Bibliában. És tényleg ez az egész koncepció a legkevésbé sem alacsonyítja le a nőket, valójában azt mutatja, hogy a nők mennyire létfontosságúak. És ha a nők nem lennének fontosak, akkor a Sátán miért menne utánuk, ahogyan azt teszi? Azért, mert még a Sátán is tudja, hogy ha a nőt megszerezte, akkor mindenkit megszerzett. Bármikor, amikor egy társadalom elutasítja az Atya Istent, végül az Anya Istent fogja felkarolni. Szeretném, ha tudnátok, hogy ennek az anyának sok neve van. Van, aki Ízisznek hívja, van, aki Máriának, Kálinak, Ceresznek, Szűznek, Lilitnek, Dianának, Vénusznak, Szófiának,
Istárnak, Hathornak, Luciferának, Astoretnek, Szemiramisznak, Bafometnek, egyesek fekete szűznek hívják, skarlátvörös asszonynak, síró szűznek, égi szűznek, és vannak, akik Kolumbiának hívják.